Szepesség sok változatos hegyvidéke között is kiválóan érdekes az újabban Paradicsomnak nevezett vidék. Két nagy fennsík a központja, a Glac és a Gerava. A víz hatalmas munkáját látjuk völgyrendszerében, fő érdekességét pedig a gugyorok teszik, e víz alakított a sziklacsugák. A Glacról sugárszerűen futnak le ezek a szűk patakmedrek, mind más és más szépséget rejteget. Iglói turisták, természetrajongó tanárok munkája buzgalmat árta föl ezt a gyönyörű helyet. Lassan 7 esztendeje már, hogy hazajárásunk kezdetén felkerestük Szepesség és Gömör határán a káposztafalvi karszt mészkőbirodalmát. Télen egész más arcát mutatja a hegység. Eljöttünk hát újra, hogy bemerészkedjünk jégcsapokkal díszített szurdokaiba, és felmásszunk messzelátó fennsíkjaira. A Kárpát Egyesület iglói osztálya a 19. század végétől tárta fel völgyről völgyre Felső Magyarország paradicsomát, amit ma már 300 kilométernyi jelzett turistaúton, létrák, hidak és vasláncok segítségével járhat be a kalandvágyó turista. Fűrésztelepről indulva járjuk végig a piecki vadregényes szurdokát. A Glac fennsíkra érünk, majd bekukkantunk a Nagy Sólyom völgy felső részébe. A Geravi fennsík menedékházában éjszakázunk, másnap felkapaszkodunk a Hollókő szirtjére, majd leereszkedünk a Gölnic völgyébe. Imrik falva érintésével a Zejmár szakadékon keresztül emelkedünk vissza a Geravi házba, ahonnan végül a hegység legmagasabb csúcsára, a Nagy Knorra túrázunk. Néhány házból álló apró településről, fűrésztelepről indulunk, hogy torkolatától a forrásvidékéig szembe menjünk a Glac fennsíkról rövid, de annál kalandosabb úton lefolyó fűrészpatakkal. Oldalvince, Fehér Jácint, Szentvár Roland, Csiba Ágoston, Hevér Gábor és Havasi Norbert alkotják téli túra csapatunkat. A jegesedés miatt a völgy bejáratánál fel is csatoljuk a hágóvasakat. Káposztafalvi karszt déli részén vagyunk, amely nyáron is attraktív, de télen is. Picit nehezebb a teret, de ilyenkor is nagyon szép tud lenni. Bizony nyáron azért mi jó sokat jártunk már erre. Emlékszem, 90-es évek közepén az első túránk ide vezetett. Már akkor is a felvidék az preferálva volt. Hát meg a magyar turista körében is ez egy ismert. Ismert és nagyon látványos, ugye mindenki a Zuha Béla völgyet ismeri. Az talán a legnépszerűbb, de aki elvándorol egy kicsit a mellékágakba is nagyon szép dolgokat tud találni, és gyakorlatilag a Kolostor menedékháznál ott jókat lehet ebédelni, vacsorázni, jó kis köröket lehet csinálni. Én azt mondom, hogy aki kalandot keres, az mindenképpen jöjjön ide a káposztafalvi karsznak a kevésbé ismert völgyeiből, a Pieckibe és a Velki Szokol, tehát a Nagy Sólyom völgybe, amit majd innen következő túra során fogunk megnézni. Mi pedig keresünk a kalandot. Nos, rácok, hogyha mindenki feleszedelte a hallgóvasat, akkor lassan majd indulhatunk is. Ha valaki a Glac fennsíkra akar feljutni, előbb-utóbb egy patakmederben találja magát. Épp ezeknek a keskeny sziklaszurdokoknak a bejárása adja a káposztafalvi túrák savánborsát.
A közel 4 km hosszú Piecki völgy alsó szelídebb részét a patak egyedülállóan fehér mészkavicsai után Fehér völgynek is nevezik. Ilyenkor télen persze ez nem szembetűnő, hisz körülöttünk most minden fehér. A téli túra egyik vonzereje, hogy a kis vízfolyások és vízesések ilyenkor gyönyörű jégcsapokká és jégesésekké válnak. Ezek a tünemények a nyáron kevésbé látványos szakaszokat is varázslatossá teszik. Az addig békés völgy a középső részén egyre zordabb szakadékokkal övezett szurtokká alakul. A forrás és a torkolat közötti nagy szintkülönbség okozza, hogy a glacfennsíkon még békésen folydogáló patakok egyre mélyebbre válják magukat a mészkőmederben. Ahogy a Piecki völgy első ismert bejárója, Mervai Sándor is megjegyezte. A patakok vize évezredek óta mossa, bálja a mészkövet, és a természete szakadatlanul működő erejének eredményei azok a szakadékok, melyek 2-300 méternyire mélyednek a fennsík testébe. Nagyjából félúthoz közeledünk, amikor egy vadul zuhogó vízesés robaja töri meg a jégbedermet szurtok csendjét. A 13 méteres nagy vízesés legyőzése az első feltárók számára komoly kihívást jelentett. Itt van a karsztvidék leghosszabb létrája, a maga 50 fokával és 20 méterével. Elég durva, Norbi. Milyen? Mozog egyáltalán? Stabilnak tűnik. Hát akkor megyünk. Ki az első? Sorsot húzunk. Megyek én. Legyen nyár vagy tél, a hosszú lajtorján a felkapaszkodás tériszonyosoknak nem ajánlott. Nagy vízesés fölött egy igen szűk hasadékban megyünk tovább. Ez a völgy legvadregényesebb része, ahol a falétrák közvetlenül a patakmeder fölött vezetnek. A patakpartját alkotó sziklafalak helyenként oly közel érnek egymáshoz, hogy a víz a közöttük lévő teret teljesen betölti, és csak az íj helyeken megakadt és összetorlódott fatörzseken mászkálva juthatunk tovább. Az olyan helyeket, ahol tekintélyes magasságú falak között, alaposan összeszűkült sziklamederben a víz minden akadály nélkül, legtöbbször vízeséseket alkotva rohan tova, bugyoroknak, glammoknak nevezzük. A 10 méter magas teraszos vízesés egy barlang beomlása után alakult ki. A zuhatag több kemence alakú mélyedést vájt a sziklafalba, ezért is nevezik a völgyet Piecnek, ami magyarul üstöt, kemencét jelent. Volt mit feltárni és kiépíteni az iglói turistáknak. A Piecki völgyében közel 400 méter szintkülönbség leküzdése után érünk fel a hegység legnagyobb kiterjedésű mészkőplatójára, a Glacra. Ez itt a Glacfennsík, annak is a Kisrét nevű része. Körülbelül 1000 méter magasságban vagyunk, és nagyjából 400 métert jöttünk fel eddig. Ennek a fennsíknak van egy másik része, és az a Nagyrét, és ezen kívül itt halad keresztül egy észak-déli irányú út, ez az úgynevezett Glac út. És a legtöbb szurdok völgy innen indul lefelé. Igen. Igen, mind ebbe az irányba. Itt a Nagy Sólyom völgynek az egyik oldalága kezdődik, mind a másik irányba pedig a Kiskiszel, illetve a Nagy Kiszel völgye is itt kezdődnek.
Induljunk szerintem a Geravai fel, és hát ha lesz még idő a nagy sólyomba benézni. Próbáljuk meg! A Glac utat a 18. században az akkori tulajdonos Csáky család építette. A fensíkról beereszkedünk egy kicsit a Nagy Sólyom völgyébe, hogy megemlékezzünk a völgy felső részén szűkülő hasadék, azaz kugyor felfedezőiről. Az első ismert turisták, akik végigjárták a völgyet, az iglói tanár Róth Márton és társai voltak 1898-ban. Éreztük, hogy kincset leltünk. Kincset, mert glam volt az, amibe jutottunk. Igazi, karakterisztikus glam, amin őt hazánkban eddig nem ismertünk. És vajon, volt-e már itt más turista is? Talán nem. Megcsendültek poharaink. Éljen vezetőnk, Róth Márton! Forberger tanár indítványára lelkesedéssel Róth Márton glamnak neveztük el turisztikai nevezetességeink új testvérét. Ugye most szabálytalanul jöttünk le, mert ezek a völgyek csak egy irányba járhatóak, fölfele. Hát mi most lejöttünk, hogy ezt a csodát meg tudjuk nézni télen. Hát látjátok, ez a leghosszabb völgynek a legszebb része, és a feltárójáról kapta a nevét ez a Róth szurdok, Róth szakadék pontosabban. Ránk sötétedik, mire elérjük a hegység déli peremét szegélyező Gerava fennsík menedékházát. Jó hangulatban vártuk be a vacsorát, melyen némelyikünk legkellemesebb meglepetésére még sör is akadt. Kaland volt, az biztos. Jól sikerült. Az oknik azok száradnak szépen. Illetve abba a kancsra reméljük holnapra. Rendben jön egy kicsit. Amúgy mi a Sanyival azért szeretünk ezekre a helyekkel járni, így felvidékre, mert kicsit így kárpótoljuk magunkat az elveszett magas hegységek miatt, de mit jelent ez nektek? Mit jelent egy Balaton túrnak, mit jelent egy Kapterkő Egyesületnek, hogy ide kiruccanak a felvidékre? Hát nekünk sokat jelent, mert nagyon közel van Egerhez, tehát igazából Imrik falván 2 óra alatt itt tudunk lenni Egerből autóval, és onnantól kezdve hát olyan lehetőségek vannak túrázásra, völgyekbe, vagy akár itt fenn a fennsíkon, a Geravai és Glac fennsíkon, amit ma bejártunk, hogy hát napokat el lehet tölteni itt kirándulással. Gyönyörű szurdokok, gyönyörű völgyek vannak. Gábor, te pedig a teljesítmény túrázás egyik nagy ikonja vagy. Mióta teljesítményt? 1995 óta járok rendszeresen teljesítményt túrázni. Épp most is valami túramozgalom pecsétet hajtasz. Igen. Vannak bizonyos túramozgalmak, amelyek tulajdonképpen bármikor teljesíthetőek. Annyi a feltétele, hogy legalább 10 km gyalogoljon az ember. És ez most éppen a Hitpajzsa Nemzeti Egylet által kiírt tavaszi ébredés túramozgalom, amelynél, hogyha most itt lepecsételem ezt a papírt, és utána itt kitöltöm a szükséges adatokat, akkor ezt a túrát is elszámolhatom a teljesítéshez. Mi tanúsítjuk, hogy ez több volt, mint 10. Magyarországon népszerűek a felvidéki teljesítménytúra? Igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Erdélyben is egyre több teljesítménytúra kerül megrendezésre, hogy az évek telnek, illetve itt a felvidéken is. Nézzétek, azért Budapestről kiindulva a legtávolabbi felvidéki helyszín sincsen annyi, mint mondjuk a Schneeberg. Osztrák hegyek egyébként nem rosszak, meg jó a kiépítettség, de egy picit méltatlanul kevésnek érzem azt, amit akár a baráti körben is felvidékre jönnek. Pedig csodaszép dolgokat lehet itt látni, csodaszép területekre lehet itt eljönni, akár teljesítménytúrázva, akár magánszervezésben. Mostanában viszont egyre jobban kezd kiépülni itt a kerékpáros, úgymond kultúra, illetve a kerékpáros túrázás is. Elég sok helyen most már ugye föl is van festve, tehát ugye a nemzetközi C betűs jelzéssel a kerékpáros túraútvonal. Elég sok útvonal van most már, úgyhogy az egész káposztafalvi karsztot tulajdonképpen be lehet járni kerékpárral is. Ha már tegnap ilyen nagy elődök nyomába eredtünk, folytassuk is velük az utat tovább az alpesi rétekkel díszített Gerava fennsíkján. A hegység központi részének ikonikus csúcsára, a Holló sziklára igyekszünk.
A Gerava átlag 1100 méter magas fönnsíkja e hatalmas erdőkoszorúzta hegyhátrétjein át és forrásai közt pihenés a járás. A fennsík nyugati oldalában a védett kis Zajfból a Nagy Zajf völgyébe ereszkedünk. A sárga jelzésre váltunk, ami már a Hollószikla tömbjére vezet. A hegyorom alatti tisztásokról kezd alakulni a körkilátás. A Hollószikla alatt a száraz völgyben egy különleges karsztjelenség bújik meg. Na, itt lesz az időszakos forrás. Ahogy a nevéből is kitűnik, az időszaki forrásból csak rendszertelenül tör a felszínre a víz. A mennyisége mégis állandó. Ugye egy különleges forrás mellett állunk, aminek a neve sokat mondó, ez pedig az, hogy időszakos forrás. Hát így igaz. Nem vagyok egy nagy hidrológus, de megpróbálom, hogy nagyjából elmagyarázni, hogy hogy is működik ez a forrás, és mi van az, hogy 0-tól 45,6 liter per másodpercig változik a vízhozama. Hát bent a vízgyűjtő részen el kell képzelni egy nagy barlangtermet, ami fokozatosan telítődik vízzel, és onnan a barlangjárat egy V-alakba úgymond leszívja a vizet, tehát ahogy telítődik, eléri a maximumot, és leszívja azt a mennyiséget, ami itt megjelenik a felszínen. És ez az ingadozó vízjárás, ez már több mint 100 éve izgatja az embereket, hogy hát miért van ez, hogy nem hóolvadáshoz köthető, vagy nem csapadékhoz köthető, hanem ilyen rendszertelenül jelenik meg a víz, és pár évtizede derítették ki, hogy is néz ki, vagy hogy is nézhet ki ez a rendszer itt a forrás mögött, ami ezt a bővizet adja jelenleg is. Gabi, iható? És még iható is, úgyhogy. Akkor szerintem inkább itt töltsünk kulacsokat. Igen. A forrástól még egy embert próbáló meredek hegyoldal vár ránk a csúcsig. A Hollókő keleti sziklás lejtőin több kisebb barlangtátunk. Az egyik ilyen mészkőüregben még szép kis jégszobrokat is találunk. Hollószikla bércén verőfényes napsütés fogad. Itt ébredünk rá, hogy a hegységben nem csak a szurdokok, de a szirtek is gigantikus látvánnyal várnak. A káposztafalvi karszt völgyei és fennsíkjai mellett a Dobsina környéki hegyek behavazott tájéka vesz körbe minket. Ez a pazar háttér meg is érdemel egy felvidéki zászlós csoportképet. Húzmarába öltözött fák között ereszkedünk le a csúcsról. A Gölnic völgyébe a Stracena fölötti sziklahasadék nyit kaput. Festői völgy névadó bányászfaluja, Stracena központjában köszönünk el túratársainktól. Na, srácok, ez jó mulatság férfi munka volt, hogy szokták mondani. Köszönjük, hogy tartottatok, mi megyünk az Eymár szakadékba. Köszönjük, hogy itt lehetek. Jó utat nektek. Sziasztok. Jó pihenést. Innen Hevér Gáborral folytatjuk utunkat tovább a Gölnic mentén. A hegység déli turista központja, a karsztvidék legnagyobb tava, a Palcmann-Hutai-tónak is nevezett Imrik falvi tározó, amit a Gölnic duzzasztásával alakítottak ki 1956-ban.
Most csak egy nagy fehér mezőnek látszik a tó, ami a középkori bányásztelepülést Kis Istvánot rejti befagyott tükre alatt. Azt sem árt rögzíteni, hogy Indrik falva neve is Szent Imre hercegre utal. Így merültek alá a 20. század tengernyi árjában magyar emlékeink. Most tovább is indulunk, mert van még látnivaló a környéken. Imrik falvához közel nyílik a karsztvidék legrövidebb szurdoka, a Zejmár szakadék. Na itt megyünk be a Zejmár szakadékba, ami a káposztafalvi koszt legrövidebb szurdoka. És a déli oldalon egyben az egyetlen nem képített szurdok. Egy kilométer hosszú mindössze, és 228 a szintemelkedés. Uh-huh. Nézzük meg! A Gerava fensíkról délre lefolyó patak rövid útja alatt igen komoly vízesésrendszert alkotott. A szurdokban alig egy kilométeres távon, közel 800 méterről majd 1000 méter magasra emelkedünk. A szorost 1963-ban nyitották meg, azóta is létrák, láncok és fénytálcák segítik az előrejutást. A szurdok legmagasabb vízesése a Nálepka. Újra a Gerava ligetes fennsíkjára érünk fel. Innen most keleti irányba indulunk, hogy megkoronázva túránkat megmásszuk a hegység főcsúcsát, a Nagy Knoll masszívumát. A szurdokok és a szirtek mellett a sűrű fenyves erdők és a bennük nyíló tisztások jelentik a káposztafalvi karszt attrakcióit. Az ördögfejhágó után a sárga jelzési ösvényen szűz hóban végtelennek tűnő fenyveseken verekedjük át magunkat. Ez a gyerekjáték. Ezek után. A vidék az újdonság erejével hat még Hevér Gábor barátunkra is. Pedig nem sok olyan hegység van szerte a Kárpátokban, amit ne járt volna még be. Bár most már körülbelül ötödjére vagy hatodjára járok itt a káposztafalvi karszton. Télen egyébként most először. Itt ezen a csúszon még soha életemben nem jártam, úgyhogy egy meglepetés számomra lesz számomra, hogy mit fogunk innen föntről látni. Sok felé jártam már, itt errefelé többször is ezen a vidéken, itt már kiskoromban is édesanyámmal itt bejártuk a szurdokok egy jó részét. Egyébként eddig elsősorban magukat a szurdokokat sikerült megismerni. A gyalogtúrázásnak többféle műfaja létezik. Vannak egyéni túrák, szakosztályi túrák, egyesületi túrák. Én is ezekkel kezdtem annak idején a 80-as években. Aztán úgy a 90-es évek tája felé fedeztem fel a teljesítménytúrákat. Ez most viszont nem egy teljesítménytúra, hanem tulajdonképpen egy kényelmesebb tempójú kiscsoportos túra, ami azért jó, mert így kényelmesebben vagy alaposabban meg tudjuk ismerni a tájat. Másrészt most ebben a mély hóban elég nehéz is lenne tartani egy bizonyos szintidőt, ami a teljesítménytúra jellemzője, hogy egy adott távot meghatározott szintidő alatt kell teljesíteni. Ennek ellenére vannak télen is teljesítménytúrák, tulajdonképpen körbe a környező országokban szinte mindenhol lehet találni ilyen rendezvényeket, csak rá kell keresni az interneten. De nincs olyan hét, amikor ne túráznál. Hát mondhatjuk, hogy megszállottja vagyok ennek a sportágnak. Itt vagyunk most fönt a csúcson, az ösvény ebbe az irányba folytatódik, úgyhogy javaslom, hogy nézzük meg a kilátópontot. Nézzük. Menjünk, nézzük. Biztos szép kilátás van ilyen jó időben. A Nagy Knoll fenyvesekkel vadregényes csúcs tisztásán megállva,
és visszatekintve túránkra, már nagyon is értjük, miért nevezték el a hegységet az iglói turisták Felső Magyarország paradicsomának. Ó, mi jó, hogy élvezhettük a természet fenségét. Legalább lesz valami, aminek emléke felfrissíti a munkában elernyett lelkünket. És ha idegen környezetben más érzésű emberek között néhatán elborul kedélyünk, legalább tudni fogjuk, hogy létezik egy más világ is, hol nincs harag, nincs versengés, csak összhang, csak szépség, hol vigasztalást nyer a bánat és üdülést a fáradt lélek.